és Kálmán Olga, a DK képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni miniszterelnök úrnak, mikor címmel. Kálmán Olga képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterelnök úr! Hogyan lehetséges az, hogy Magyarország köztársasági elnökét még mindig Súlyog Tamásnak hívják? Hogyan lehetséges, hogy hazánk legfőbb közjogi méltóságát egy olyan ember bitorolja, aki köztörvényes bűncselekmények sorozatát követte el? Hogyan lehetséges, hogy a magyar nemzet egységét jelenleg egy olyan ember jeleníti meg a világ előtt, aki törvénytelenül, vélhetően bűnszervezetben pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek? Hogyan lehetséges, hogy ő még mindig védelmezi ezt az embert, aki az elődjéhez hasonlóan, Novák Katalinhoz hasonlóan szégyent hozott az országra? Ezekre a kérdésekre azért lenne fontos válaszolnia, mert még a Fidesz által uralt ügyészség sem volt képes arra, hogy Súlyog Tamás tisztára mossa a bűnei alól. Hiszen a Súlyog Tamás ügyében hozott ügyészségi határozat értelmében még Polt Péter sem tudta megakadályozni, hogy eljárások induljanak a köztársasági elnök által elkövetett bűncselekmények ügyében. A demokratikus koalíció szerint hazánk köztársasági elnöke nem lehet olyan ember, aki törvénytelenül, pénzért, külföldieknek játszotta át a magyar termőföldet. Aki bármikor életében súlyos bűncselekmények sorát követte el, az nem lehet Magyarország államfője, a nemzet első polgára, a nemzet egységének megteremtője. És ha 5 éve, ha 10 éve, ha 20 éve, ha 30 éve tette ezt, akkor sem. Ezekért a bűncselekményekért Súlyog Tamásnak felelnie kell. Így aztán kérdezem miniszterelnök urat. Ön tisztában volt-e azzal, hogy Súlyog Tamás egy köztörvényes bűnöző, amikor köztársasági elnöknek javasolta? Vagy talán éppen azért akarta Súlyog Tamást köztársasági elnöknek, hogy egy múltjával zsarolható bábot ültessen a legfőbb közjogi méltóságba? Várom válaszát. Országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsolj, miniszterelnök úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is szeretném világosá tenni, hogy a magyar köztársaság elnökét megilleti a tisztelet és a jóhiszeműség. Ezért a leghatározottabban utasítom vissza mind az ön által tett valótlan állításokat, mint pedig a hangnemet, amellyel a magyar köztársaság elnökét támadja. Ezzel szemben szeretném fölhívni az ön figyelmét arra, hogy a kérdés ténybeli megítélésében a Magyar Ügyvédi Kamara állásfoglalást tett közzé, amelyben az önök álláspontját elhárította, a köztársasági elnök úr álláspontját pedig megerősítette. Én azt hittem, hogy a köztársasági elnök nemtelen támadása a választási kampány része volt, és úgy gondoltam, hogy meg is kapták önök ezért azt, ami jár. Nem érdemes ezt folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszterelnök úr. Egy perces viszonválaszra megadom a szót. Szerintem nagyon egyszerű volt a kérdésem. Ön, amikor Súlyog Tamást köztársasági elnöknek javasolta, tudott arról, hogy törvénytelenül, pénzért, vélhetően bűnszervezetben játszotta át a magyar termőföldet külföldieknek? Hát egyértelművé vált, hogy ön nem hajlandó szembenézni Súlyog Tamás törvénytelen tetteivel. Hiába minden dokumentum, minden aláírás, a dokumentumokon Súlyog Tamás kézjegye szerepel, mint ügyvédként, és ön még mindig makacsul tagadja a köztörvényes bűncselekmények elkövetését. Újra felszólítom önt, hogy kezdeményezze Súlyog Tamás köztársasági elnök lemondását, és szabadítsa meg az országot attól a gyalázattól, hogy egy köztörvényes bűnöző foglalja el az államfői tisztséget. Köszönöm. Nagyobb tiszteletet, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés, viszonválasz illeti meg miniszterelnök urat. Miniszterelnök úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a legnagyobb tisztelettel vagyok minden ellenzéki képviselőről és az ott uralkodó szellemi állapotokról is. De azt szeretném világosá tenni, mi nem azok vagyunk, akikkel azt az gyermekded játékot lehet játszani, hogy föltesz egy valótlan állítást, majd megkérdezi, hogy tudtam-e róla. Az óvodába szokták ezt játszani. Tisztelt képviselőasszony, ön ténybelileg valótlan állításokat tett, amiket visszautasítok, a köztársasági elnököt pedig teljes mellszélességgel támogatom, ha holnap kellene előterjeszteni, ugyanúgy előterjeszteni. Köszönöm.
Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Bedő Dávid Orosz Anna, Szabó Szabolcs és Tompos Márton Kristóf. Momentum képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni miniszterelnök úrnak. Kérem, válaszoljon miniszterelnök úr. Bedő Dávid képviselőt illeti a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Miniszterelnök úr, Karsai Dánielnek az ügye és a szabad életvégi döntéseknek a kérdése lassan már egy éve egy meghatározó közéleti kérdés Magyarországon. Önök több ízben elmondták már, hogy nem támogatják Magyarországon az eutanáziának a bevezetését. Többek között ugye parlamenti kérdéseket tettünk fel önöknek, határozati javaslatot is nyújtottunk be, illetve Karsai Péterrel, Karsai Dániel testvérével közösen, aki amúgy ma itt van köztünk a karzaton, népszavazási kérdést is nyújtottunk be, amit első körben az MVB, aztán a Kúria és az Alkotmánybíróság is sajnálatos módon elkaszált, nem lehet népszavazást rendezni ebben a meghatározó kérdésben. De én őszintén bízom abban, hogy az önök álláspontján lehet változtatni, és hajlandóak arra, hogy végig gondolják, mérlegeljék és változtassanak az álláspontjukon, de ezt kizárólag párbeszéd útján lehet megtenni. Akkor lehet ezt megtenni, hogyha megismerik egy haldokló, szenvedő betegnek a mindennapjait. Karsai Dániellel többször egyeztettem az elmúlt hetekben, és megkért engem Dani arra, hogy továbbítsak önnek egy meghívást. Arra kért Karsai Dánielt, hogy hívjam meg ő hozzá, hogy látogassa meg, és beszélgessen vele az ő életéről, a mindennapjairól, az örömeiről és a szenvedéseiről. Miniszterelnök úr, az a kérdésem önfelé, hogy elfogadja ezt a meghívást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A szóhasználat, amit majd most megengedek magamnak, a szándékos. Mindig is megvetettem az olyan embereket, akik mások szenvedését politikai célokra használják föl. Ez öleg a felőttet. Ne lepődjön meg, hogy az Alkotmánybíróság nem tette lehető a népszavazást. Tájékoztatni szeretném önt arról, hogy hatályos magyar jogszabályok szerint alkotmánnyal ellentétes népszavazási kérdéseket nem lehet vitára bocsátani. Ami az ügy ténybeli, lényegi részét illeti, a kormány és jó magam is a hatályos alkotmány alapján állok. Köszönöm szépen! Megköszönöm! Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót egy percben. Szerintem ezt a jogvitát egész nyugodtan lefolytathatja Karsai Dániel, hiszen egy alkotmányjog ez. Annyit kell tennie, hogy elmegy és meglátogatja, rászán egy pár órát az idejéből, megismeri az ő élettörténetét, beszélget vele a mindennapjairól. A kérdésemre nem válaszolt miniszterelnök úr, szokás szerint elfogadja a meghívást Karsai Dánielnek. Köszönöm. Viszont válaszra megadom a szót miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr. Köszönöm szépen. Milyen tisztelt képviselő úr, a személyes találkozónak semmi köze nincs a politikai álláspontomhoz. Ön egy megvetendő álláspontot képvisel, egy megvetendő magatartás mutat, egy szenvedő embernek a szenvedését használja politikai kérdésekre. Azt akarja elérni, hogy egy szenvedő ember mindennapi politikai viták tárgyává váljon, ahelyett, hogy imádkozna, irgalmat kérni és könyörögne azért, hogy könnyebb legyen a sorsa. Továbbra is az élet pártján állunk, ahogyan eddig is ott álltunk, és nem állunk át a halál oldalára, ahonnan ön hozzám intézte a kérdését. Megköszönöm. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Vajda Zoltán, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek aktuális kérdésekről címmel. Miniszter úr, távolléte miatt válaszadásra Tálai András miniszterhelyettes urat jelölte ki. Kérdezem, és ha elfogadja a válaszadó szemét, vagy személyesen miniszter úrtól kér a választ. Így van, nekem köszönöm szépen. Miniszter úrnak a soron következő harmadik. Ne haragudjon, nem értettem a válaszát. Tálai úr, kiváló nekem. Öné a szó, képviselő úr. Öné a szó, érthetően, világosan.
kollégája nemzetgazdasági miniszter valóságos ökölharcot vív az inflációval. Legalábbis a minisztériumában eléggé elszabadultak a kreatívok, amikor úgy fogalmaztak, hogy az infláció összerogyott, összeomlott, lent maradt. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy az árnyékbox folytatódik, ugyanis csak nem akar lent maradni az infláció, sőt, érzékelhető növekedésnek lehetünk tanúi, és ezt már a magyar családok is érzik, hiszen már második hónapja ismét nőnek az árak, a tankolásért például már közel 10%-kal kell többet fizetni, mint egy éve. Emellett a gazdasági növekedés Magyarországon gyakorlatilag nincs, és nem is látszik, miből lenni. Lenne fogyasztásból? Hát az embereknek minden megtakarítását elvitte az elmúlt évek rekordinflációja. Az áfa bevételek elvadulása jól jelzi, hogy egyszerűen nem tudnak, miből költeni. Uniós pénzekből? Hát abból lehetne, de joggal merül fel a kérdés, hogy hol vannak az uniós források. Államtitkár úr, hát hiába foglalják el önök Brüsszelt, bármit is értenének ez alatt, nem látni, mikor lesz ebből kórház és iskolafelújítás, vasútépítések, vagy a kampányban megint előkerült 2-es metró és a gödöllői hév összekötetés, pedig a Kertvárosnak nem először ígérték meg, és biztos vagyok benne, hogy nem is utoljára. Gyakorlatilag stagflációs helyzetben kormányozták az országot, nulla gazdasági növekedéssel, magas inflációval, és nem látni, hogy ebből hogyan keverednek ki. Ennek hátterében azonban nem a józan szakmai belátásuk van sajnos, hanem a megszorításaik előkészítése. Beszélhetnek neki mi Trumpról, meg elnökválasztásról, de a valóság az, hogy a választások előtt nem akartak önök szembenézni a valósággal, hogy 1500 milliárdos lyuk tátog a költségvetésükön, és ezt kezelniük kell. Pont egy repülőtérnyi megszorítás, ami van, több mint 100 000 forintot kell, hogy a magyar emberek beletegyenek az önök repülőterébe. Lassan nincs hova húzni az időt, ideje, hogy beszámoljanak a kérdésem, mikor hozzák haza végre az uniós forrásokat, és hogyan akadályozzák meg azt, hogy az infláció tovább nőjön. Lejárt az idő, képviselő úr. Igen, Tálai András miniszterhelyettes úr válaszol a kérdésre. Parancsol, miniszterhelyettes úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Hát az azonnali kérdésének az a cím, hogy aktuális kérdésekről, és gondolkodtam, hogy az MSZP-s képviselő fog kérdezni, gondoltam, hogy az MSZP-ben mi lehet az aktuális. Például aktuális lehet, hogy egyetlen egy Európai Uniós képviselőt nem adnak az Európa Parlamentben. Vagy aktuális kérdés lehet a pártjuk számára az, hogy a megyei közgyűlésekből teljesen kiszorultak, és csak néhány megyében adnak már. Vagy aktuális kérdés lehet az, hogy az a párt, aki az önök helyébe lépett, a DK, és az önök eredménye, a két párt eredménye nem éri el a 10%-ot. Hát ezek önök számára az aktuális kérdések. Az infláció, az a kormánynak az aktuális kérdés, és különösen 2023-ban volt aktuális kérdés, mert a kormány meghirdette, hogy le fogja törni az inflációt, és 2024-ben pedig újra indítja a gazdaságot. És lám-lám, a 25%-os inflációból az utolsó negyed évre már ugye 10% alatti, sőt, évelejére már 5% alatti infláció volt a kormányzat intézkedésének köszönhetően, amiket ön is bizonyára jól ismer. Ennek köszönhetően szeptemberben már a reál kereset növekedésről tudtunk a háború és a gazdasági válság idején beszámolni. De kiegészítettük a nyugdíjakat, a 13. havi nyugdíjat is megkaptuk, és ezáltal elindult újra a gazdaságban a fogyasztás. Arra kérem önt és pártját, hogy nyugodjon meg, felelős kezekben van a magyar gazdaság, az infláció letörése, a költségvetési egyensúly és a gazdasági növekedés elindítása is. Jól van ez így, ahogy van. Önök pedig foglalkozzanak a saját aktuális kérdéseikkel. Megköszönöm. Miniszterhelyettes úr válaszát. Viszont válaszol, megadom a szót egy percben, parancsoljon. Köszönöm, látja, mondtam, hogy a jó kis tálai válasz mindig jöhet, hiszen megint nem arra válaszolt, ami az embereket érdekli. Arról tettem fel a kérdésemet, hogy azt a bődületes lyukat, ami a költségvetésen tátong, az önök elhibázott gazdaságpolitikája miatt
hiszen stagflációs helyzetben kormányozták az országot. Államtitkárnak segítek szakmailag, a stagfláció azt jelenti, mert lehet, hogy rászorul, hogy nincs gazdasági növekedés, nincs érdemi gazdasági növekedés, és ismét növekszik az infláció. A bődületes lyuk megközelítőleg 1500 milliárd forint a szakmai becslések szerint. Ez minden magyar embertől kb. 150 ezer forintot kell, hogy majd maguk elvegyenek, és hívhatják majd bárhogyan, ez megszorítás lesz, bárminek fogják bűszavakkal használni, valójában ezek azok, amiket el kell venni. A kérdésem az az volt, hogy a költségvetés darabjaira hullott, mikor fognak előállni a farmával, hogy pontosan milyen megszorításokat fognak csinálni, mert önök csak ezt fogják tudni csinálni. Viszontválasz, köszönöm. Viszontválasz illeti meg miniszterhelyettes urat. Parancsol, miniszterhelyettes úr. A megszorítás szót, tisztelt képviselő úr, önök vezették be a politikába, és annyira ragaszkodik hozzá, hogy nem is tud másról beszélni. Tehát nem egy repülőtér vásárlás háború idején az nem megszorítás, az a magyar vagyonnak, vagy a vagyoni értéknek a növekedését jelenti. És olyan gazdasági lehetőséget nyújt a gazdaság, és egyéb katonai szempontból is, amely a mai nehéz világunkban azt gondolom, hogy teljesen indokolt és érthető. Ön azt is kérdezte, hogy a uniós forrásokat mikor fogjuk megszerezni. Bevallom őszintén, hogy a választási eredmény némi pozitív gondolkodásra adhat nekünk okot, hiszen azok a pártok, akik hazájuk ellen dolgoztak, és mindent megtettek, hogy ne kapjuk meg az Európai Uniós forrásokat, ha jól számolok, azok szinte eltűntek a politikából. És hát sajnálom, Vajda úr, lehet, hogy nem sokáig fogunk vitatkozni, mert ebbe az önök pártja is beletartozik. Megköszönöm. Megköszönöm miniszterhelyettes úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Brenner, Koloman, Lukács László, György és Zékárpád Dániel, a Jobbik képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni miniszterelnök úrnak. Mit gondol erről miniszterelnök úr címmel? Lukács László, György, képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterelnök úr. A tegnapi napon el kell ismerni az adatokat is nézve. Látható sikert aratott a miniszterelnök. Ennek a sikernek van egyrészt nem csak egy felhatalmazása, hanem egy felelőssége is. Éppen ezért felelősség teljesen kell kérdezni és válaszolni olyan kérdésekben, amely az ország jövőjét érinti. Álláspontunk szerint a magyar jövő közép és hosszú távú egyik fontos kérdése, hogy mennyire épít a kormány azokra az akugyárakra, azokra az autógyárakra és arra a kínai gyáróriásokra, amelyek Magyarországra települnek. Egyre több jel utal ugyanis arra, hogy ezt az állami kínai kommunista pénzből kitömött expanziót, terjeszkedést, amelyet Kína diktál, és amelyben Magyarország is úgy tűnik az önök révén részt vesz, egyre veszélyesebb vállalkozás. Az Egyesült Államok nemrég jelentette be, hogy büntetőadót fontolgat, a meglévő 25%-et 100%-os büntetőadóval sújtja ezeket a kínai termékeket, sőt, lehet, hogy az Európai Unió is hasonló irányba fog ellépni, ami azt jelenteti, hogy mindazok a termékek, amelyeket itt terveznek a kínaiak előállítani, azok vagy nem fognak megvalósulni, vagy eladhatatlanok lesznek, ezáltal egy csapdahelyzetbe fogja Magyarországot vezényelni. Így hát felelősség teljesen felmerül az a kérdés, hogy a miniszterelnök helyesnek látja-e azt, hogy erre építi a jövőt, erre építi a magyar ipar és vállalkozási politikát az elkövetkező időszakban, és jogos-e ilyen mértékig behódolni a kínai technológiának. Mi úgy látjuk a Jobbik konzervatívoknál, hogy ezek a gyárak veszélyesek, veszélyesek a környezetre, veszélyesek a gazdaságra hosszú távon, veszélyesek azért, mert mágnesként vonzák az idegen migráns munkás dolgozókat, és veszélyes azért, mert nem a magyar vállalkozások kapják meg azokat a támogatásokat, amelyek önök most odaadnak. De minden esetre egy tisztázandó kérdés, vagy legalább kettő van, mi a miniszterelnöknek a várakozása, tart-e attól, hogy a kínai gyárak, akugyárak veszélybe kerülnek, mi a tervünk arra, vagy van-e terve az országnak arra, hogy ezt miként kerüljük ki, és miért alapoz a kormány csak erre a technológiára, holott közel sem biztos, hogy ez lesz a jövőben a befutó. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök urat. Parancsol, miniszterelnök. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársam, komoly és hosszabb kifejtést igénylő kérdéseket kaptam, szívesen állok magam is a rendelkezésére, de Lantos miniszter úr vagy a gazdasági miniszterünk is gondolom rendelkezésre áll. A választási sikerünkhöz nyújtott
hogy az a kapcsán elmondott gratulációt, azt köszönöm. Nem lehet minden a világrekordot úszni, néha be kell érni az Európa rekorddal is. Való igaz, hogy a támogatottságunk egy olyan szintet ért el, amelyet ma bármelyik nyugat-európai párt szívesen elfogadna a sajátjának. De most ezen már túl vagyunk, ez tegnap volt, az ön kérdése a holnapra vonatkozik. Az első és legfontosabb dolog, amit figyelmébe ajánlok, hogy mintegy 500 ezer ember dolgozik ma az autóiparhoz kapcsolódó cégeknél. Abban az esetben, hogyha az autóipar következő korszakából Magyarország kimarad, ezek az emberek elveszítik az állásukat. Ezért fontos, hogy bármi is történik az autóiparban, modernizáció és fejlődés, az Magyarországon történjen, vagy Magyarországon is történjen. A második téma, amit ön érint, az elektromobilizáció kérdése, amire azt a hosszú választ kellene adnom, hogy ha tanulmányozza az új technológiák betörését a világgazdaságba, akkor azt fogja látni, hogy van egy gyors kezdeti fölfutó szakasz, utána egy rövid visszaesés, és utána megindul egy stabil emelkedés. Nem tudjuk, ez így lesz-e a zöld átállás esetében is, de a tudománytörténeti, ipartörténeti előzmények azt mutatják, hogy igen, ezért van értelme folytatni azt a politikát, amit megkezdtünk. A Magyarországon gyártott alkatrészeket, ideértve az akkumulátort is, ha kínai gyárokban is állítják elő, német kocsikba is beépítik. Mi pont azt tűztük ki célul, hogy Magyarországon valósuljon meg a nyugati és a keleti legjobb technológiának az együttműködése. És végezetül kellene mondanom még egy szót Kínáról, és csak annyit szeretnék mondani, hogy nem kaptunk egyetlen más világhatalomtól sem olyan ajánlatot, ami úgy hangzott, hogy Kína szívesen vesz részt a magyar gazdaság modernizációjába, és hívja a magyar cégeket, hogy vegyenek részt Kína modernizációjába. Miért kellene ezt visszautasítanunk? Köszönöm. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót egy percben. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterelnök úr, úgy gondoltam, hogy kicsit többet tudunk beszélni azokról a veszélyekről, vagy a miniszterelnök is tud témát szolgáltatni arra, hogy milyen veszélyek vannak mégis emögött a vállalás mögött, hiszen azt látom, és most úgy tűnik egyre jobban, hogy fenntartatatlan lesz az a vállalás, hogy ezt a következő fejlődési időszakot csak erre az egy technológiára alapozva tervezi Magyarország végigvinni. Pont annak az 500 ezer embernek a munkahelye kerülhet veszélybe, hogyha csak Kínára alapozunk. Különösen úgy, és tegyük ide ezt a geopolitikai kérdést is, hogy fennáll annak a veszély, és ne adja Isten, hogy ilyen legyen, hogy Kínának vannak ambíciói Tajvannal kapcsolatosan, és az elkövetkező időszakban a világrend azzal is változik, hogy egy háborús szituáció állhat elő, ami nyilvánvaló a kínai termékekkel, így az akkumulátoros autókkal kapcsolatban is komoly kérdéseket fog felvetni. Álláspontunk szerint veszélyes kiszolgáltatni a magyar ipart ennek. Helyes döntés az lenne, hogyha a magyar vállalkozások kapnák meg azokat a pénzeket, a belső tartalékot használva a munkaerőforrásnál, nem külső tartalékra, idegen munkavállalókra építve. Mi úgy gondoljuk, hogy a milliárdokat nem a munkásszállókra és nem a migráns munkásokra kell költeni, hanem a magyar vállalkozásokra és a magyar dolgozókra kell költeni. Ez egy nagy különbség, mi arra kérjük a miniszterelnöket, fontolja meg ennek a veszélyét. Időkerete lejárt, köszönöm. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat, parancsolj miniszterelnök úr. Úgy látom, képviselő úr, hogy itt a végén kicsit összezavarodtunk, hogy miről is beszélünk valójában. Ezt szeretném leszögezni a külügyminiszter nevében is, hogy lehet, hogy Kínának vannak ambíciói Tajvanra nézve, de Magyarországnak nincsenek. Ezért ezt a kérdést nem tartjuk aktuálisnak a kínai-magyar kapcsolatokban. A másik dolog, hogy emlékeztetném arra, hogy Magyarországon nem ezt a technológiát nem egyetlen ország gyártja. Hát az első nagy gyárakat a koreaiak nyitották meg. Zárójel geopolitikai érdeklődőknek, hogy akkor még az ellenzék részéről senki egy árva hangot se szólt, amikor koreaiak voltak. Csak mióta kínaiak is vannak, akkor hallom az amerikai aktentussal elmondott mondatokat. Zárójel bezárva. A harmadrészt pedig azt szeretném elmondani, hogy Németországgal is együttműködünk, és azt szeretnénk, hogyha Németország is része lenne ennek a technológiai korszerűsítésnek. Végezetül pedig, ha megnézi a számokat, azt fogja látni, hogy a magyar gazdaságba jutatott források túlnyomó többsége az magyar kis- és középvállalkozásokhoz kerül. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Torockai László, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Miről nem számolt be a magyaroknak miniszterelnök úr címmel? Önne a szó, képviselő úr.
Köszönöm a szót, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni a magyar embereknek, hogy a tegnapi napon ilyen nagy számban járultak az urnákhoz, és vettek részt a demokratikusnak nevezett választásokon. És nagyon sok jó dolog is történt tegnap, többek között beigazolódott az, amiről végig beszéltünk a kampányban, hogy 4 politikai erő maradt talpon ma Magyarországon, és ebből a 4 politikai erőből 3 globalista európai párt családokhoz igyekszik, kivéve a Mi Hazánk mozgalmat. Az is jó hír, hogy megkezdődött a Fidesz erodálódása, az is jó hír, hogy gyakorlatilag beértük vagy elhagytuk a DK-t, hiszen a DK másik 2 balliberális párttal együtt tudott jobb eredményt elérni, mint a Mi Hazánk mozgalom egyedül. Tehát sok jó dolog történt, de amiről azonban beszélni kellene, az az, hogy a legkevésbé nem volt demokratikus, és főleg nem volt tiszta ez a választás. Azt már megszokhattuk sajnos, hogy Magyarországon minden ilyen választási kampányban rengeteg rágalom elhangzik. Ez volt itt az elmúlt hónapokban is, amikor például Magyar Péter az ellenzéket teljes egészében Fidesz szatellitpártnak nevezte, vagy amikor valószínűleg az önök emberei olyan szórólappal szólták meg a fél országot, amin azt szerepel, hogy a Mi Hazánk mozgalom Gyurcsány érdekeit képviseli. De én nem erről szeretnék most beszélni, arról, hogy ilyen mértékben egy szilíciumvölgyi globális nagyvállalat még a demokratikus választásokba soha nem avatkozott be, mint most, nevezetesen a Facebook, amely miközben folyamatosan cenzúrázott politikai pártokat, az én nevemet leírni nem lehet, a Mi Hazánk mozgalmat teljesen elfojtották, cenzúrázták, még az ön beszédét is törölték, illetve a Fidesz közeli Köves Lomó oldalát is törölték, de néhány nap múlva az önök oldalait visszaállították, a miénket viszont nem. Ebből arra következtetett, hogy bár évek óta kongatjuk a vészharangot, önök megegyeztek titokban a háttérben a Metával, ahelyett, hogy végre rábírnák arra, hogy ne avatkozzon be a magyarországi demokratikus választásokra. Ezzel kapcsolatban várom miniszterelnök úr válaszát. Köszönöm. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr. Természetesen az nem várható el, hogy a ellenzék képviselői kirobbanóan jó véleménnyel legyenek a miniszterelnök szellemi képességeiről, de annyit talán elvárható, hogy azt a marhaságot nem föltételezik rólam, hogy megállapodtam a Metával, hogy utána töröljék a beszédeimet. Nem tűnik észszerűnek, lássa be! Ami a dolognak a lényegét illeti, valóban voltak itt a demokrácia szellemiségével nehezen összeegyeztethető dolgok, fölhívom az ön figyelmét például arra, hogy szerintem voltak olyan pártok, akik külföldről kaptak pénzt egy választási kampányban, amit szigorúan tiltanak a törvények. Harmadrészt pedig, bár érzek túlzást az ön kisállat meghatározásában, amelyben a pártokat ide-oda, amoda rangsorolja, de szeretném jelezni, hogy bennünket a globalistákhoz és föderalistákhoz sorolni, hát ez egy újdonság Brüsszelben minden esetre, ahol valahogy pont az ellenkezőjét szokták gondolni arra, amit mi ott képviselünk. Tehát én azt ajánlom önnek, túl azon, hogy semmi kedvem stratégiai kérdésekben mélyebb együttműködést kialakítani az önök pártjával, amire számos okom van, de arra készen állok, hogy azokban a kérdésekben, ahol a kérdés úgy hangzik, hogy föderalizmus vagy szuverenitás, globalizmus vagy szuverenitás, én szívesen működök önökkel együtt. Köszönöm szépen. Megköszönöm. Megköszönöm, miniszterelnök úr, válaszát, viszont válaszra megadom a szót egy percben, parancsoljon. Segítek, miniszterelnök úr, hogy mi a különbség közöttünk. Hát például az, hogy az ön beszédét pár napon belül visszaállították, ahogy Köves Lomó oldalát is pár napon belül visszaállították. 2019 óta ma már bizonyítottan politikai beavatkozásra törölték az én oldalamat, és jogerős bírósági pert nyertem a Meta ellen Magyarországon, tehát most már több mint egy éve törvénysértő állapotban van a Meta egy parlamenti párttal szemben. Vissza kellett volna állítani a törvény, a magyar törvények értelmében az úgynevezett Instagram oldalamat, amit nem tesz meg a Meta, és ezt önök tűrik. Évekkel ezelőtt felhívtuk erre a figyelmet, akkor önök azt mondták, még Varga Judit volt az igazságügyi miniszter, hogy az igazságügyi minisztérium fog a kérdéssel foglalkozni. Nem, hogy nem foglalkoztak azóta vele, hanem azóta a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, ugye Donátalan nem tudta, hogy mi ez, de mindegy, most már nem is nagyon tud ebből pótvizsgázni, de önök még tudnak, ugyanis ez a rendelet kimondja, hogy kötelességük felállítani egy olyan grémiumot civil szervezetekből, ahová fordulhatnak majd a magyarok. Kérdésem, hogy megtették ezt már, miniszterelnök úr? Köszönöm. Viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat, parancsoljon, miniszterelnök úr.
megtettük-e, nem tudom, de ha még nem tettük volna meg, akkor szívesen megtesszük. Én magam részéről egyetértek az ön szóhasználatával is, azt hiszem, talán vérlázító ezt mondta, azzal kapcsolatban, hogy általában bármilyen magyar ember, de különösképpen egy megválasztott parlamenti képviselőnek a gondolatait egész egyszerűen elérhetetlenné teszik az érdeklődő közvélemény számára. Ez elfogadhatatlan. Én azzal is egyetértek, ez nem csak unfair, hanem ez egy demokrácia probléma is. Tehát nem csak az ön személyes érdeksérelméről van szó, amit nem becsülnék alá természetesen, mindannyiunknak megvannak a maga jogai, de itt egy ennél súlyosabb ügyről van szó, ez érinti a magyar demokrácia minőségét is. Tegyenek javaslatot. Szívesen működünk önökkel ebben együtt. Köszönöm miniszterelnök úr válaszát. Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Mi folyik itt címmel? Még nem adtam szót képviselőasszony. Mi folyik itt címmel? Öné a szó képviselőasszony. Most beszélhet. Miniszterelnök úr, hogyha egy kicsit csöndben maradnak a férfi kollégái, akkor szeretnék önöktől egy fontos dolgot kérdezni. Karácsony Gergely tegnap megnyerte a főpolgármesteri választást. Budapest köztársaság marad, és nem lesz az ön és az önök részvénytársasága. A budapesti emberek továbbra is egy szabad, zöld, emberséges és sokszínű főváros mellett döntöttek. Karácsony Gergely 18 ezer szavazattal kapott többet most, mint 2019-ben. Az önök pártja, a Fidesz a közgyűlésben 30%-ot szerzett, ez azt jelenti, hogy 70% Budapesten nem önökre szavazott. Ezek után szeretném megkérdezni miniszterelnök urat, hogy ez elég meggyőző-e ahhoz, hogy végre befejezi Budapest és a Budapesten élő 2 millió ember ellen folytatott permanens háborúját, és végre hagyja a főpolgármestert és Budapestet dolgozni. No pláne, hogy a kormány végre betartja-e azt az ígéretét, hogy kifizeti az egészséges Budapest programból még fennmaradó és az elmúlt években ki nem fizetett, pedig aláírt 25 milliárd forintot és a Lánchídért járó 6 milliárd forintot, 31 milliárd forinttal tartozik ön Budapestnek, miközben Budapest nettó befizetője a magyar költségvetésnek, a GDP 40%-a Budapestre jön, ehhez képest kevesebbet kapnak vissza a budapestiek. Tudjuk azt, hogy az egész Európai Unióban nálunk halnak meg a legtöbben rákos megbetegedésben, szív- és infarktusban, azért, mert egyszerűen nem a gyógyításhoz nem jutnak hozzá, hanem nem tudják diagnosztizálni őket időben. 6-8 hónapot kell várni egy MRCT vizsgálatra, ez Budapest a saját pénzéből pótolta, hogy legyen. De önök tartoznak 25 milliárd forinttal. Befejezi ön a háborúzást, kifizeti Budapestnek a pénzt, vagy tovább hadakozik 2 millió ember ellen. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsolj, miniszterelnök úr. Szeretném ön tájékoztatni, tisztelt képviselő asszony, hogy tiszteletben tartjuk a választások eredményét. Mi változást szerettünk volna elérni Budapesten. Tudomásul veszük, hogy a fővárosiak másképpen döntöttek. Másodszorban szeretném önnek elmondani azt, hogy Budapest helyzete, ha ön ezt a beszédét nem itt mondta volna el, hanem vidéken, kevés helyen talál nagyobb megértésre és támogatásra, mint éppen a kormánynál. Tekintettel, hogy a fővárosban az általános fejlettségi szint az Európai Unióhoz mérve 161 néhány százalék, a magyar vidéknek pedig vannak része, amelyek csak 60-70 százalékon vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy az, hogy Budapestnek hogyan és mit és mennyit, az egy komoly kérdés, de ezt egy országos összefüggésben kell tekintenünk. Nem lehetnek mostoha gyermekei ennek az országnak. A harmadik megjegyzés, amit szeretnék mondani önnek, hogy mindannyian tudjuk, hogy Budapest csődben van. Pénzügyi csődben van. Nehéz hónapok jönnek, segítségre lesz szüksége Budapestnek, mi készen állunk arra, hogy ezt a csőd helyzetet valamilyen módon segítsünk kezelni. Harmad részben, tekintettel a közöttünk fönnálló tiszteletteljes kapcsolatra, szeretném önt emlékeztetni arra, hogy az önök frakció vezetője tegnap úgy döntött, vagy talán tegnap előtt is már, hogy elhagyja ezt a frakciót. Ami szíve joga, nincs is hozzá semmi közünk. Az érvelés talán olyasmi, amihez lehet valamennyi közünk. Azt mondta, hogy az a megállapodás, mint az én pártom, mint az önöké, kötött Budapesten, az nem megállapodás volt, hanem önfeladás. És ő ezt nem tudja vállalni. Gratulálok. Köszönöm szépen.
Megköszönöm, miniszterelnök úr, válaszát, önnél a szó egy percben. Köszönöm, miniszter úr, hogy elismeri Karácsony Gergely győzelmét, annak ellenére, hogy két fideszes jelöltet is sikerült legyőznie. Szentkirályi Alexandra az A jelöltje volt a Fidesznek. Egyébként nőként is gratulálok, hogy sikerült a harmadik nőt beáldozniuk az elmúlt fél évben. Úgy látszik, ennyi szerep jut a nőknek önnél. És aztán ugye a Fidesz B jelöltjét is, ugye Bajer Zsolt, az ön lánya, Orbán Ráhel nagy favoritját, Vitézi Dávidot is. De most mondott egy nagyon érdekeset, miniszterelnök úr. Azt mondta, hogy a vidéknek többet jár. Magyarul azt mondja most, miniszterelnök úr, hogy ön hazudott, és lópikulát sem ér az az aláírt megállapodás, hogy önök kifizetik az 50 milliárd forintot Budapestnek, az egészséges Budapestre, mert ön szerint a vidéknek többet jár, miközben önök ezt aláírták, 25 milliárddal tartoznak. Magyarul ön hazudik. Azt meg, hogy ön itt stand-up-ol akkor, amikor minden idők leggyengébb Fidesz eredménye született, soha nem volt 45% alatt a Fidesz utoljára 20 Asszony, képviselőasszony, ez nem... Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat, miniszterelnök úr, öné a szó. Azt hiszem, talán meg kimérhetjük a Magyar Országgyűlést attól, hogy a választási eredmény különböző értelmezéseivel terheljük meg az azonnali kérdések óráját. Annyit azért szeretnék elmondani, hogy a tegnapi európai parlamenti választáson a kormánykoalíció két pártja, a KDNP és a Fidesz, az 2.015.000 szavazatot kapott. Soha ennyit még európai választáson nem kaptunk. Köszönjük szépen, magyar választók! Ami a pénzügyi kérdést illeti, mindent kifizettünk, amire kötelezettséget vállaltunk, sőt, többszörösét adtuk a fővárosnak, mint amire kötelezettséget vállaltunk. És végezetül azt a megjegyzést talán megengedő visszautasítsam, nem szokás ebben a körben, ahol mi vagyunk, és a politikát csináljuk, nőket beáldozni. És utolsó megjegyzésem pedig az, hogy én értem, hogy önök a kormányt akarták az MSZP-vel meg a DK-val együtt leváltani, de végül az emberek váltották le önöket. Gratulálok! Megköszönöm, miniszterelnök úr, válaszát. Tisztelt országgyűlés, Csárdi Antal, az LMP képviselő, azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Miért van ez, miniszterelnök úr címmel? Öné a szó, képviselő úr. Miniszterelnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, meddig kívánja a magyar kormány fenntartani azt a szégyenteljes helyzetet, ami abból adódik, hogy egy pedofil ügyben bűnsegédlet miatt elítélt személy mellett lobbizó ember képviseli ma hazánkat. Konkrétan Balogh Zoltánról beszélek, akiről mindenki tudja ebben az országban, hogy vállalhatatlan módon lobbizott egy pedofiliás ügyben bűnsegédlet miatt elítélt emberrel szemben. Döbbenetes azt látni, hogy nem bántja a magyar kormány szemét az, hogy egy ilyen ember képviseli van Magyarországot. És miniszterelnök urat engedje meg, hogy idézzem. Két dolgot mondott miniszterelnök úr, önöknél mindennek van következménye. És legyünk őszinték, a köztársasági elnök asszony lemondása az igazolja ezt a mondatát, ugyanakkor Balogh Zoltán a mai napi pozícióban van, és a sokadik írásbeli kérdésemre a külgazdasági és külügyminiszter továbbra sem válaszol, ezért kérem miniszterelnök urat, hogy ön válaszolja meg nekem azt a kérdést, hogy meddig tartjuk fönn azt a minden magyar állampolgárnak kellemetlen, kínos és szégyenteljes állapotot, hogy hazánkat egy pedofil ügyben érintett személy mellett lobbizó ember képviseli. Hogy rövidítsem a kérdést, tisztelt miniszterelnök úr, kezdeményezi-e külgazdasági és külügyminiszter úrnál, hogy szüntesse meg Balogh úrnak ezt a pozícióját. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, a kérdésre Orbán Viktor miniszterelnök úr válaszolt. Parancsoljon, miniszterelnök úr.
Képviselő úr, nem szoktunk durváskodni egymással, én se szívesen teszem ezt, de amit itt az államegyház ügyében összehordott, azt Miklós Imre is elmondhatta volna a kommunista időkben. Hát én azt javaslom, hogy ne kérjen számon semmilyen egyházi ügyet a kormányzaton, addig jó, amíg a magyar kormánynak az egyházak ügyéhez nincsen semmi köze. Mert az egyházak ezt elrendezik, én miniszterelnökként eddig sem avatkoztam bele ebbe a dologba, nem is fogok. Miután ennek az egyháznak vagyok a tagja, egyébként van személyes véleményem, sőt, azt határozottan képviselem is a saját közösségemben, de ez nem tartozik ide, mert nem politikai kérdés, és különösen nem kormányzati kérdés. Úgyhogy a magam részéről csak azt tudom mondani önnek, és azt kérem öntől, hogy továbbra is tartsa tiszteletbe a magyar alkotmánynak azt a szakaszát, miszerint az állam és az egyház különváltan működik. Ezt nem csak az egyháznak, hanem az államnak is tiszteletben kell tartania. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót egy percben, parancsoljon. Tisztelt miniszterelnök úr, ez nem egy házi kérdés. A magyar kormány képviseli Balogh Zoltán meghatalmazott rendkívüli nagykövetként. És ebből a pozíciójából nem kívánja visszahívni külügyminiszter úr Balogh Zoltánt, úgy, hogy egyébként pontosan tudjuk, hogy Balogh Zoltán elvesztette az ózdi díszpolgári címét is emiatt, teljesen jogosan. Én azt szeretném kérdezni, lesz-e következménye ennek a vállalhatatlan lobby tevékenységnek, amit Balogh Zoltán végigvitt? És ez nem egyházi ügy, ez kormányzati ügy, hiszen a kormányon keresztül Balogh Zoltán ma Magyarországot képviseli. Úgyhogy fölmarad a kérdés, tisztelt miniszterelnök úr, kezdeményezi-e Balogh Zoltán visszahívását? Köszönöm. Viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat, parancsoljon. Éppen a második kérdését is azt tudom válaszolni önnek, hogy hivatalból a történelmi egyházak püspökei rendelkeznek ezzel a lehetőséggel. Semmilyen különbségtétel nincs, és végképp nem akarunk ezzel beleavatkozni egyházak ügyeibe. Ezért minden történelmi egyháznak a legmagasabb szintű vezetői rendelkeznek ezzel a diplomata útlevéllel. Tekintettel arra, hogy van is olyan szolgálni való ügy, különösen a határon túl, amihez ez szükséges. Ez a gyakorlaton nem kívánok változtatni. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Mencer Tamás a Fidesz képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnökséget vezető miniszternek. Hová vezet a háborúpárti kommunikáció címmel? Öné a szó, képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Ma a napirend előtti vita során az egyik gyurcsányista képviselő, csak ha már Kálmán Olga képviselő asszony az imént mosolygott, tehát az önök egyik képviselője azt mondta, hogy a baloldalon a képviselők azok maradnak, akik eddig voltak. Szeretném jelezni, hogy semmilyen kétségünk nincs ezzel kapcsolatban, hogy önök azok maradnak, akik eddig voltak, és Brüsszelben és mindenhol máshol nagy szorgalommal, tendenciózusan és folyamatosan elárulják a magyar érdeket. Nyilván dollárokért cserébe. Ezért zavarták el a magyar emberek önöket tegnap, újra és sokadszor. Nagyon sajnálom, hogy a Momentumos képviselők már nincsenek itt, mert nagy szeretettel akartam őket üdvözölni itt a házban, és megkérdezni, hogy ma már turista jeggyel jöttek, vagy még mint képviselők. De ezt most már nincs lehetőségem megkérdezni. Meg akartam kérni Szabó Tímát a 0%-os párbeszédtől, hogy adja át ezt az üzenetet, de már neki sincs lehetőségem ezt mondani. Tisztelt ház, tisztelt hölgyeim és uraim, a tegnapi választás világosan megmutatta azt, hogy a magyar emberek megértették és egyetértettek azzal, hogy ez a választás háborúról vagy békéről szól, és a magyar emberek nagy többsége támogatja a békepárti miniszterelnököt Orbán Viktort, a békepárti kormányt és pártszövetséget, a Fidesz KDNP-t. Miniszter úr, az lenne a kérdésem, hogy a tegnapi győzelem után milyen lépéseket tesz a kormány azért, hogy az országot a háborúba továbbra se sodorják bele, és milyen lépéseket tudunk tenni azért, hogy a békénket és a biztonságunkat a jövőben is meg tudjuk őrizni, az egyre növekvő nyomás mellett is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, és megadom a szót Gulyás Gergely miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Valóban a tegnapi választási eredményre okkal lehetünk büszkék, hiszen nem csupán a Fidesz nem kapott még soha ilyen támogatottságot, soha ennyi szavazatot egyetlen európai parlamenti választáson sem,
2004 óta, hanem az európai kontinensen sincs egyetlen egy olyan párt, amely hasonló eredményt tudott volna elérni, mint amivel a választók kitüntettek bennünket. Ez valóban komoly támogatás a kormánynak, hogy azt a békepárti politikát, amely Európában eddig kisebbségben volt, az európai parlamentben talán ezután is kisebbségben lesz, de immáron egy lényegesen nagyobb kisebbségről, lényegesen több képviselőről beszélhetünk, tovább vigye, és megtegye mindent annak érdekében, hogy azok a nyilatkozatok ne váljanak valósággá, amelyet a francia elnöktől, a német kancelláron át, a balti vezetőkig számtalan állam és kormányfő megfogalmazott az elmúlt hetekben, ami a katonai beavatkozás közvetlen veszélyét festi fel a politikai lehetőségek közé, és amely azzal fenyeget, hogy Ukrajna nem csupán egy orosz-ukrán háborúnak lesz a szintere, hanem NATO és az oroszok között is kialakulhat olyan katonai összecsapás, amelyre a II. Világháború óta nem volt példa. Ezt mindenféleképpen el kell kerülni. Az kétségkívül ebben a küzdelemben is segít bennünket, hogy a magyar baloldal háborúpárti képviselői kevesebben lesznek, ahogyan ön megfogalmazta, a magyar baloldal képviselői azok maradnak, akik eddig is voltak, viszont már nem annyian, hanem lényegesen kevesebben. Ez a legjobb hír a tegnapi választás eredményeként, és arra pedig külön büszkék lehetünk, hogy a nyílt és büszke hazaárulás az nem kifizetődő. A Momentum sorsa az bizonyítja, hogy a nyílt és büszke hazaárulásnak nemhogy 5-4%-a sincsen ma Magyarországon. Köszönöm. Megköszönöm miniszter úr válaszát, viszont válaszra meg a rosszabb képviselőnek, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr. A győzelmünk értékét növeli, hogy tegnap legyőztük az óbaloldalt és az új baloldalt is, és az jutott még eszembe, hallgatva a miniszter urat, hogy megkérdezem még, hogy aljassági versenyben lát-e különbséget az óbaloldal és az új baloldal között. Mindkettőt sikerült legyőzni, ráadásul a győzelmünk értékét növeli, hogyha ezt országgyűlési választásra vetítenénk ki a tegnapi választást, akkor megint kétharmadot kapnánk, illetve kaptunk volna, és a baloldali roncsderbi az mögöttünk zajlik a további helyekért. Tehát a kérdésem még az, miniszter úr, hogy az aljassági hazárulási versenyben, hogyha úgy tetszik, lát-e különbséget az új és az óbaloldal között. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont válasz illeti meg miniszter urat, parancsol miniszter úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, nem fenyeget az a veszély, hogy összeveszünk, mert röviden azt is válaszolhatnám a kérdésre, hogy nem, de ez nem biztos, hogy korrekt lenne, mert minimálisan azért ezt a versenyt valószínűleg Momentum megnyerte volna. De kétség kívül mindazok, akik eddig az Európai Parlamentben a magyar baloldalt képviselték, beleértve a demokratikusnak nevezett koalíció képviselőit is, azok mindent megtettek azért, hogy a magyar egészségügyi fejlesztésekre járó Európai Uniós források ne érkezhessenek meg Magyarországra, a magyar tanárokat megillető bérek ne érkezhessenek meg Magyarországra, a magyar gazdaságfejlesztés szolgáló források ne érkezhessenek Magyarországra, és mindezt tették úgy, hogy közben nettó 6 millió forintot vettek föl, de a tanároktól a bruttó 800.000 forintos fizetést is sajnálták. Remélem, hogy ennek az időszaknak vége lesz, bár ha megnézem az új és az új baloldalt, akkor egyenlőre sok optimizmusra nincs okunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Megköszönöm miniszter úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Rejke Imre, a KDNP képviselő, azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszter úrnak. Meddig kénytelen még tűrni Európa lakossága a migrációpárti tébolyt címmel? Miniszter úr, távolléte miatt válaszadása Rétvári Bence miniszter helyettes urat jogosította fel. Kérdezem, elfogadja a válaszadóság. Igen, öné a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Brüsszel hataloméhes és gátlástalan politikai vezetői évek óta asszisztálnak Soros György elvetemült tervéhez, melynek valódi célja nem más, mint szétverni Európát a minden évben behozott 1 millió migránssal, megváltoztatni Európa kulturális talapzatát, visszaszorítani a kereszténységet, lenyomni a hagyományos európai értékeket, és egy gazdasági értelemben vett, nagy profitot kínáló masszát összekevert társadalmat létrehozni Európában. Látom, tetszik az ellenzéknek.
Az európai vezetők nem megállítani, hanem menedzselni akarják a migrációt. A mi álláspontunk ezzel szemben az, hogy senki nem mondhatja meg a magyaroknak, kikkel éljünk együtt. A migrációs kérdésnek pedig az a kulcsa, hogy szabad-e az ország területén tartózkodni egy migránsnak, míg nem bírálják el a kérelmét. Látniuk kell, ha ezt nem mondja ki egy ország, akkor nem tudja megállítani a migrációt. Európai Parlament által megszavazott migrációs paktum minden eddiginél nagyobb erővel kényszeríteni Magyarországot a migránsok kötelező betelepítésére és a migránsgettók létrehozására. A helyzet az, hogy Brüsszel pénzügyileg büntet minket, mert elutasítjuk a migránsok betelepítését, és mert elutasítjuk a soros NGO-k büntethetetlenségét. A mi álláspontunk, hogy egyetlen járható út, ha a vita arról folyik Brüsszelben, hogy miként lehet megállítani az illegális bevándorlást Európába. A kérdésem az államtitkár úr, meddig kénytelen tűrni Európa lakossága a migrációpárti tébolyt? Várom meg tisztelő válaszát. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót a Rétvári Bence miniszterhelyettes úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Valóban a magyar baloldalnak az európai parlamenti képviselői megszavazták a migrációs paktumot Brüsszelben, fittyet hányva a magyar emberek érdekeire, sőt, még ugye a DK annó aldrásokat is gyűjtött a migrációs paktum fontos eleme a betelepítési kvóták mellett. Ez nagy szégyen volt, és nyilván büntették is őket a választók ezért vasárnap, de hát azért elmondhatjuk, hogy a fordulat a baloldalon 360 fokos, mert a Soros György által kiképzett EP képviselőket most váltják a Soros György által kiképzett EP képviselők. Tehát különösen nagy változás azért nem lesz a túloldalon, és valóban felháborító az mindenki számára, hogy egy olyan ítélet kerül a választás után közlésre nem sokára, amiben Magyarországot azért fogják elítélni, mert a magyar határvadászok betartják a törvényeket a magyar déli határon. Mert szembeszállnak az illegális migrációval, ők ugye védik a határt, az unió szerint pedig a rendőröknek és a határvadászoknak az a feladata, hogy humánusan bánjanak az illegális migránsokkal, és segítsék a migránsjogok kiteljesedését. A migránsjogok kiteljesedése pedig az lenne Brüsszel értelmezés szerint, hogy miután az illegális migránsok megdobálják a rendőrautót, mindent, ami a kezük ügyébe kerül, azzal megtámadják a rendőröket, utána a rendőrök szálljanak ki az autóból, és valamilyen arab nyelven próbálják őket segíteni a különböző iratok kitöltésében, amihez ők személyigazolvánnyal vagy útlevéllel nem rendelkeznek. És mivel ezt nem tesszük meg, mivel a megdobált rendőrök nem mennek oda formanyomtatványra, és nem segítik ügyvéd, mint egy ügyvédként a migrációs jogok kiteljesedését, ezért napi bírsággal sújtják Magyarországot. Magyarul még azokat a filléreket is visszaszedik, amiket a kerítés felépítéséhez az elmúlt időszakban 1%-nyi mértékben a kb. 800 milliárd forintból azt biztosították. És ez nem elég, hiszen most már az Európai Unióban a végrehajtási tervnek a vitája zajlik a migrációs paktum kapcsán. Magyarul szervezetrendszert várnak el a tagállamoktól, hogy építsék föl a migrációra segítésére. Náluk egy ezt felügyelő szervezetrendszer van, elvonják a forrásokat más célról migrációs célokra, és kampányt indítanak, hogy az emberek szeressék a migrációt, mert látták, hogy sajnos nem szeretik az emberek a migrációt. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt országgyűlés. Viszontválaszra megadom a szót képviselőnek, parancsoljon egy percben. Tisztelt államtitkár úr, mindenek előtt köszönöm megtisztelő válaszát. Mi kormánypárti képviselők úgy gondoljuk, hogy Magyarország a magyaroké, Európa pedig az európai nemzeteké és polgároké. Ne feledjék a múltban Németországban történt késes támadást, ez a közelmúltban volt, mellyel kapcsolatban most először érhető tetten a német médiában, hogy a merénylő politikai alapon választott célpontot, mert az afgán férfi migráció ellenes aktivistát támadott meg. Az incidensben egy rendőr életét vesztette. Mi nem akarjuk, hogy Magyarországon ilyen hírek legyenek. Ezért, amíg a magyar emberek felhatalmazása alapján beleszólásunk van hazánk közügyeibe és sorsába, nem fogjuk hagyni, hogy bevándorló országot csináljanak Magyarországból. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterhelyettes urat, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Van egy régi magyar bölcsesség, ugye, hogy ami nem hajlik, az törik. És az a veszély van ebben, hogyha nem hajlandóak a brüsszeli vezetők meghallani az európai polgároknak a véleményét, hogy ők nem szeretnék a migrációt, akkor ebből valami törés lehet, valami olyasfajta belső feszültség, vagy akár agresszív fizikai konfliktus Nyugat-Európában a bevándorlók és a régebb óta ott lakók között, amit nem kívánunk magunknak. Mi ebből ki szeretnénk maradni. A magyar déli határkerítés, és ezt meg kell köszönjük minden rendőrnek és minden határvadásznak, 1 millió illegális határátlépést akadályozott meg. Többet tettek a magyar rendőrök és határvadászok, mint sok más országnak a külső határán szolgáltató teljesítő határt meg nem védő emberek. Ők védik azt, hogy ne épüljenek újra a belső határok Európában. Kell az nekünk, hogy minden ország a saját határán belső határőrzést indít azért, mert a külső határok nincsenek megvédve. Hogy Franciaország a teljes határán körbe visszaállította a határőrzést, és még mondhatnánk Ausztriát és más országokat. Ebbe az irányba mennek azért, mert egy dogmától, egy ideológiától vezérelve úgy gondolják, hogy az a jó európai társadalom, hogy minél kevesebb európai emberért és minél több Európába betelepített emberért, mi ebből nem kérjük, megvédjük a külső határokat, és szövetségeseket gyűjtünk Európában ahhoz, hogy ezt mások is támogassák. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés Z. Kárpát Dániel, Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Mit gondol erről, miniszterelnök úr? Önnél a szó, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Tegnapi napon megérkezett a tökéletes politikai vihar Magyarországra, az én politikai közösségem is ennek azért áldozatául esett, mindenképpen nagyon megtépázta ez. És talán szerencsésebb is, hogy ezt követően hozok egy olyan témát miniszterelnök úr elé, ami kétségkívül politika és pártok fölött álló téma, ez pedig az esenés gyermekek családjának az utazási költségtérítése, amely lehet, hogy elsőre egy mikro témának tűnik, szerintem szimbolikus, gesztusértékű, és számomra a reményt felcsillantotta néhány hónapja, hogy bizottsági szinten a kormánypárti képviselők egy részétől ígéretet kaptam arra nézve, hogy ez a megalázóan alacsony 21 forint per kilométeres díjköltségtérítés végre emelésre kerül, az inflációt figyelembe véve ennek 60 forint per kilométernek kellene lennie. Több tízezer családot érint, a költségvetés egészét nézve mikronnyi forrásokat igényel, és olyan esetben adják ezt, amikor egy autista, adott esetben esenés gyermek esetében a fejlesztő központ nem áll rendelkezésre a lakóhelyen vagy a közvetlen közelében, akár naponta kell fejlesztésre hordani ezt a gyermeket. Ha úgy tetszik, egy állami kötelezettség nem teljesül, legyünk korrektek, ezt nem lehet csak a Fidesz-KDNP nyakába varni, több évtizedes mulasztásról van szó, demográfiai oka is vannak mindennek, de ha már ezek a családok ilyen helyzetben vannak, a költségvetés egészéhez képest egy mikronnyi méretű költségvetési forrásból racionalizálni, rendezni lehetne ezeknek a családoknak a sorsát, például úgy, hogy a gyód teljes összegét ne vigye el pusztán az, hogy a nem teljesített állami feladat miatt napi szinten fejlesztésre hordják, szállítják azt a gyermeket, azt a csemetét, akiből minden család a legjobbat és a legtöbbet szeretné kihozni fiatal évei során. Éppen ezért fordulok azzal a kérdéssel miniszterelnök úr felé, hogy hajlandó ezt a pártok feletti, politika feletti ügyet végig gondolni, gesztusértékű lenne rendezni ezeknek a családoknak az utazási költségtérítés kérdését, és azt látom, hogy Magyarországon fájó szükség van ilyen gesztusértékű, és egyébként a pártok fölött álló, de mégis a megegyezésre teret adó kérdésekre. Várom érdemi választ. Köszönöm, tisztelt Országgyűlés. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsolj, miniszterelnök úr. Konkrétumok pontos ismerete nélkül azt tudom önnek mondani, képviselő úr, hogy az elmúlt időszakban a különböző nehézségek küzdködő gyermekeket nevelő szülők helyzetét igyekeztünk segíteni. Itt mindenfajta emelések történtek. Önnek igaza van az utazási költségek inflációhoz való hasonlítását illetően. Én azt fogom kérni majd a ügyért felelős államtitkár úrtól és minisztériumtól, hogy ez az ügyel foglalkozzon. Én látok lehetőséget abban, hogy egyetértésre jussunk. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót.
Tisztelt miniszterelnök úr, tudom, hogy szokatlan tőlem, általában gazdasági kérdésekkel fordulok ide és önhöz. Amiért ezt mégis idehoztam az az, hogy a munkásszálló építési projektek kapcsán azt látjuk, hogy több mint 20 milliárd forintot költ a kormány munkásszállók építésére, bővítésére. Itt szakmai részsikerként könyveljük el, és egy nagyon korrekt miniszterhelyettes a tájékoztatást erről, hogy egy 50%-os magyar kvótát már elértünk, tehát legalább ennyiben nem vendégmunkások, hanem magyar dolgozók kerülnek ezekbe a munkásszállókba. De összességében azt látjuk, hogy a munkásszállókra költött és az újak építésére fordított összes költség egy tizedéből rendezni lehet az esenés gyermekek családjainak utazási költségtérítés emelését, tehát ha a kettőt egymás mellé rakjuk, akkor nagyon zavaró a szimbolikája, hogy a munkásszálló építésekre 10x jut, az esenés gyermekek családjaira pedig most 1x sem, nem elvitatva a családtámogatási rendszer különböző faktorait, mégis azt látom, hogy ezt a kérdést rendezni kell, és követelem azt, hogy ennek a rendezése végig gondolásra kerüljön a közeljövőben. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat, parancsolj miniszterelnök úr. Dacára annak, hogy ön követeli szívesen állunk a rendelkezésére, hogy szót értsünk ebben az ügyben, és abban is hagyhatnám, talán kellene is, de és nem akarok udvariatlanul reagálni egy értelmes párbeszédben fölhozott és a kormánytól valóban elvárható lépés szóba hozó kezdeményezésre, de azt nem tartom szerencsésnek, hogyha egymással össze nem függő dolgokat állítunk egymással. Ráadásul még rosszul is. Mert ahhoz, hogy mi bármilyen beteg embernek Magyarországon, ideértve a beteg gyerekeknek is, támogatást és pénzt tudjunk adni, ahhoz előtte valakinek azt meg kell keresni, elő kell állítani. Ezért a munkahelyteremtést, munkásszállásokat, beruházásokat, erre folytott összegeket szembeállítani szociális kiadásokkal nem val mély átgondoltságra, ha megengedi a képviselő úr. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, tisztelt országgyűlés, 16-17 óra 11 perc van. Az azonnali kérdések tárgyalásának végére értünk. Megköszönöm együttműködésüket, és átadom az ülés vezetését Latorca János alelnök úrnak.